Kedves nézőink, színházba szeretnék Önöket csábítani. Az utóbbi szó már csak azért is vállalható, mert természetesen nem egyedül ülök a stúdióban, hanem hárman, köztük egy gyönyörű színművésznő és egy jó svárdájú fiatalember, a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja ő is természetesen. A két művész egyébként ritkán üldögél, inkább szalad-rohan próbál és előadásokon játszik, úgyhogy több témánk is van, de az első, amire most készülnek, a diótörő. Köszöntöm szeretettel Dézsi Darinkát és Lakatos Mátét. Szia, a társulat tagjait. Köszönöm, hogyha maradtunk a tegezőbe. A diótörőről, bár tudom, ennek most ideje is van, de nyilván senkinek nem a effektív cselekvés jut eszébe, hanem rögtön Csajkovszki és a balett. Újabb tagozatot nyitott a színház? Hát, bár így lenne. Bár, de erről azért most tudsz valamit, hiszen... Hiszen kaptam spiccipőt, és lesz egy koreográfia, amiben ez a lábamon látható lesz. És tánc úgy, közben, vagy csak úgy mellesleg? Rendes koreográfia, igen, forgok majd benne, meg forgat a Viktor. Igen, szóval egy keményebb felkészülés van emögött. Tehát lesz egy nagyon pici kis balett is benne. Ennyi lesz szóval benne. Ne ijesszük meg a nézőket, szóval nem balett lesz, de lesz benne balett. Ez egy már egy dramatizált változat, ami már kering a színházi irodalomban x éve, és mi is ahhoz nyúltunk, illetve az Olt Tamás és a Selmecibe a hozzányúlt ez az anyaghoz. Ennek van egy erős zenei váza is, de az sem Csajkovszki, hanem Selmeci György. Szóval inkább színház-színház lesz, mint balett, mondjuk. Mi lehet a műfaja? Mert ugye még, ha jól emlékszem, ugye van pici gyerek is, ezt még valami Barbie verzióba is feldolgozták. Hát, hogy ez annyira menő történet. Hát például a mi olvasatunkban is vannak babák, például, de azt... Szóval azt nem tudom, hogy létezik-e ilyen változat. A mi változatunk az nagyon közelít egy... Hát nekem az animációs filmek jutnak eszembe, amiket most lehet látni a mozikban, bár egy kicsit már eltávolodtam ettől a műfajtól, de harsányságában, illetve baba és Barbie világában közelíteni fogunk hozzá. És nagyon friss. Igen, ugye volt, ami által annyi új ilyen... Színházunk volt tagja, ugye? Kiváló rendező. És a Nemzeti Színházban játszik most sokat. Szóval... Hogy általában nagyon friss lesz ez a szövegkönyv, beteszünk egy csomó ilyen mai poént, akár még a Trónok harcáról is utalunk egy-két helyen meg. Hát ilyen nagyon-nagyon, mi rengeteget nevetünk, úgyhogy biztos, hogy fog minden korosztály. Ugye már rendezett itt a Tomi, és neki van egy ilyen nagyon elementáris, nagyon erős, nagyon kicsit filmes, geges világa, amit egyébként baromi jó színészként csinál, és én bízom abban, hogy mondjuk annak a korosztálynak, aki erre be fog ülni, mert főleg ugye a gyerkőcök fognak ülni, az azt vettem észre az utóbbi időben, hogy szeretik, amikor valaki a fenekére esik, nagyot kiált, nagyot szeret, nagyot simogat, nagyot esik, nagyot ugrik, nagyot ölel. Igen. És ez ilyen lesz, ez egy teljesen egy jó tempó, jó kis egy óra lesz ez. Biztos, hogy csak fiataloknak és hány éveseknek? Hát, hány éve szokott ezen? Ez már általános, a pici 1-2-3 még. Igen, általános. De szerintem pont ezektől, amit az Old Tomi tud. Család. Hogy így annyira élvezik a felnőttek is így majd. Így van, úgyhogy talán a családok is. Csomó ilyen reflektálás van benne mindenre. Most még zajlik erősen a próba folyamat. Jövő héten bemutatom. Igen. Bocsánat, csak... Következő egy hét tért nem irigyellek benneteket, mert ugye... Nyilván az a legkeményebb rész, de azért van hol felfrissülni idézőjelben, mert egyéb más darabokban is játszhatok, ráadásul együtt, ráadásul bérletszünetben egy picit marketingezünk azért ezeket. Igen. Is. Hát másnap lesz, a diótörő bemutatója utáni nap lesz. Most ha számolok, 14-en. Szombaton. Az Emilia Galotti. Emilia Galotti. Bérletszünet utoljára a Galotti, úgyhogy aki nem látta, az... Reméljük, hogy eljön és kíváncsi lesz erre az előadásra. Szikár, nagyon szenvedélyes, nagyon pontos. Beérett. Úgy érezzük most. Olyan, hogyha megengeded azt, hogy azt mondjam, hogy szerintem a színészek, tehát azt a fajta szakmát tanulják, amit abban az előadásban lehet látni. Most az illet, hogy nagyon kínai, de hogy ugye... Mondok egy példát, ha a Városháza előtt valaki veszekszik, akkor ugye oda nézünk, amikor ott ülünk a teraszon valamelyik kávézóba, és azt figyeljük, és akkor arra azt mondhatjuk, hogy most színház vagy nem színház. De azért természetes, hogy mi azt figyeljük, és az izgalmas, és ahogy ők ott viselkednek. De hogyha a színház képes arra, hogy a nézőtéren ülve olyan zavarba hozzuk
a nézőt, tehát hogy aki a színpadon lévő esemény olyan zavarba hozza a nézőt, mert annyira természetes, hogy annyira erős vagy szenvedélyes, de úgy, hogy közben tudjuk, hogy ez meg van dramatizálva, ez egy díszletben van, jelmezben van. Szóval nekem mindig ez a példa jut erről eszembe, hogyha ez nem volt nagyon cirkalmas vagy érthető volt, hogy egy szenvedélyben nagyon, nagyon erős, igazi színházközpontú előadás van, amitől nem kell félni. Tehát nem kell félni attól, hogy ebbe nincs úgy nagyon kacagás, hanem erős érzelmek vannak. Csak attól kell félni, hogy maradjon jegy, ugye már csak egy előadás van. Ez a legjobb, de pontosan. De marketing ez ilyen szempontból tiltott, de azt viszont el lehet mondani, hogy a Gallotit nem csak mi vagy ti találjátok jónak, hanem a szakma is, igaz? Igen. Reméljük. Mert ugye volt az a sugok. Igen. Volt a 7 óra 7 színházi portálnak a 40 legfontosabb színházi előadása, amit ők mindig megcsinálnak minden évadban, és ebbe belekerültünk. Meg átkerültetek a határon túlra is. És most vittük Szatmári Mérőbe. Transit Fesztiválon voltunk. Milyen volt? A legjobb, számomra a legjobb előadás eddig. Nagyon jól sikerült, igazából. Mindenki úgy eldobta az agyát, úgyhogy... Belejött a nézőket is. Igen, jó tett a pár hónapos pihenő ennek abszolút. Igen. Azt figyeltem közben egyébként, hogy leszámítva talán egy fél perces monológot, adjátok, veszitek egymástól a szót. Olyan egységben dolgoztok, mint a színpadon, mert ugye van ilyen szempontból is kötődés. Reméljük. Hát bízunk benne, igen. Még a Hello Dolly-ba is egy párt játszunk. Meg a Galotti-ba. Igen. Itt a testvérem a Diótörőben. És még itt is. És még messze. Az egy másik minőség a testvériség, igen. Hello Dolly. Egyébként a Hello Dolly az most 28-án lesz itthon látható. Szintén bérletszünet, úgyhogy bátran lehet rájönni. És a Rankolosszámba visszük november 10-én. Bizony. Ami meg egy komoly jel, ugye, hogy a fővárosi közönség is kíváncsi rá. Igen. Mi mást kívánhatnánk? Tudom, hogy kéz- és lábtörés szoktak. Azt is csak idézőjelben, mert hogy tudjuk, ez hogy... Ez jó. Én szeretem ezt. Igen, szerintem is ez. Vagy az angol, I'll keep my fingers crossed, ugye? A legjobbakat. Sok nagyon szépen köszönjük. Minden jót kívánok. Köszönjük szépen.